A magyaródi csata. A települések legyenek bárhol a világon és bármikor a történelemben, a háborúkban pusztulnak, elenyésznek. Van azonban egy hely, amelyik háborúban született. Egy legendás magyar herceg szent fogadalma volt, hogy a háborút eldöntő csata színhelyén templomot emel. Az ígéret valóra vált. A kis fogadalmi templom és bencés apátság körül alakult ki a község, mely máig virágzik. Ez a hely Mogyoród. A legendás vitéz pedig az Árpád-ház szülötte, az első magyar lovagkirály, Szent László. 1074. március 14-én idegen lárma verte fel a mai Mogyoród környékén a szelíd dombhátak vadjait. A keletre vívő hadi út mentén két lovagi sereg bontakozott szét a reggeli ködben. A hercegi zászlók alatt egy délceg, sodronyvértes lovag vezeti a kopjás hadat. Egy fejjel kiemelkedik az arcvonalból. László herceg az. Bátyja, Géza herceg, a trón várományosa csak egy hadoszlopot vezet. Hadi dolgokban öccsére hagyatkozik, hiszen a sereg is Lászlót ismeri el katonai vezetőnek. László ekkor már ünnepelt hőse, legfőbb bajnoka a magyar fegyvereknek. Velük szemben a mai Gödöllő irányából unokatestvérük Salamon király serege vonul fel csatarendben. A két sereg, mint két láncra kötött, éheztetett harci erb csak arra vár, hogy a vezérek intésére egymásnak ugorjon. Pedig nem sokkal a csata előtt még általános béke honolt az országban. Első András, egy szülött fia, Salamon kiegyezett Béla király fiaival. Az utódlás kérdése ebben a korszakban még nem volt kiforrott. Az első szülöttségi jog mellett még élt az a felfogás, hogy a leginkább rátermett Árpád-házi sarj örökölje a trónt. A testvérek és unokatestvérek országrésznyi méretű hercegségeket kaptak a királytól. Ez azonban a megbékélésnek éppen úgy alapja lehetett, mint a pártoskodásnak, hiszen a hercegek komoly katonai erők felett gyakoroltak hatalmat. Ha a három árpádi vadék összefogott, nem volt ellenség, amely megállhatott volna előttük. 1068-ban egyesült erővel semmisítették meg a fosztogató Kun besenyő sereget a Cserhalom hegyénél, majd Bizánc ellen az Aldunánál vezettek együtt sikeres hadjáratot. Salamon király és a hercegek titánokként küzdöttek seregeik élén. De az Árpád vérhez tapadt ősi átok a belháborúnak taposott utat.
A Bizánc felett aratott győzelem gyümölcseit nem tudták maguk között tisztességgel megosztani. A bizalmatlanság légkörében Salamon is, a hercegek is fegyverkeztek, szövetségeseket vontak magukhoz. Már csak egy szikra kellett hozzá, hogy kirobbanjon a testvérháború. Királyi trónus fölényét kihasználva Salamon lépett először. Túlerejének biztos tudatában kereste fel Géza herceg kemény mértáborozó seregét. Géza herceg nem készült a harcra. Baroknyi seregét elsöpörte Salamon hirtelen támadása. A herceg elmenekült és szerencsésen csatlakozott testvéröccse seregéhez. László herceg rendíthetetlenül vonult Salamon közeledő hadserege felé. Így jutott el a két sereg a mogyoró bokrokban gazdag lankák közé. A két testvér tudta, hogy Salamon rettenetes királyi hadoszlopával Gézát keresi majd a csatában. Ezért kicserélték hadijelvényeiket, és László herceg állt Géza helyére. A három árpádi vadék, mint három párbajt vívó lovag, csak egymást keresi majd a csatatéren. Salamon először Géza gyengébb csapatával kívánt megküzdeni, ezért a jobb szárnyon indította meg a támadást. Vele szemben Géza zászlói lobogtak hívogatóan. Mikor Salamon a cselt észrevette, megállította rohamozó csapatát, és Géza dandárát vette célba. A manőver megtörte a harcrendet, és védtelenül hagyta a sereg oldalát László csapása elé. Csata után még tovább dúlt a testvérháború. Salamon Pozsony várába szorulva folytatta reménytelen küzdelmét, és Géza herceg számára megnyílt a trónhoz vezető út. A mogyoródi csatatér elcsendesedett. Sok jó magyar vitéz feküdt halálra tiporva, lándzsával átdöfve, élettelenül.
A legenda szerint László herceg őszintén megsiratta ellenségeit. Megindult szívvel tett ígéretet, hogy ezen a névtelen helyen egyházat alapít. Ez a kicsiny templom később apátság lett a magja Mogyoródnak. Körötte épültek a szorgos földművesek hajlékai. A keleti hadi út közelsége virágzást és pusztulást egyaránt hozott, de a község kiállta az évszázadok viharait.